Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő az igazi, vagy talán egy másik, vagy vannak még lehetőségek valakit megismerni. Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért ezt tőlem, akkor az személyes és passzol a te helyzetedre. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 9000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megnézzük ezt az általános jóslást. Itt ez a három kártya felül utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt látható, hogy közeledik egy hír. Hamarosan kapsz egy hírt, ez egy meglepetés, és mivel itt az álom látható, ez örömteli lesz, hiszen pontosan azt jelenti, amiről te álmodozol. És itt ez a kártya utal a jövőre, ez a te kisugárzásod, a nőiességed, olyan vagy most, mint egy tündér. Ennél a jóslásnál két szemét hasonlítunk össze. Ha egy férfi vagy, akkor nőkről van szó, ha egy hölgy vagy, akkor férfiakról van szó. Itt bal oldalon ezek a kártyák utalnak a te jelenlegi társadra, vagy lelki társadra. És jobb oldalon itt ezek a kártyák utalnak egy másik férfire, vagy ha egy férfi vagy, akkor egy másik nőre. Vagy ismered őt, és összehasonlítjuk a két szemét, vagy ha nem ismersz senkit, akkor a kártyák utalnak a te lehetőségeidre, hogy hamarosan belép az életedbe, hamarosan megismered őt. Tehát először megnézzük a kártyákat, itt bal oldalon, itt arról a férfiről vagy nőről van szó, akit te ismersz, és ez lehet a te lelki társad. Itt ez a lelkész jelenti az ő hitét. Ez utalhat vallási témákra, spirituális dolgokra, de arra is, hogy ez a férfi gondol rád. Megvan köztetek a vonzalom. Ha valamit közöl veled, akkor hihetsz a szavaiban, hiszen ez a fő pap esküszik erre az igazságra. Itt lesz egy szép este, vagy egy meghívás, az is lehet, hogy szeretne téged meglátogatni, és ez a hintó jelent egy utazást, vagy külföldi kapcsolatokat, de jelenti a változásokat is, hogy valami változik a kapcsolatokon. És itt ez a kép alul azt jelenti, ha őt választod, akkor mi vár rád a jövőben? Itt ő kicsit játszadozik, de megbízhatsz benne, hiszen erre utal a főpap. De a háttérben vannak más személyek, nagyon kíváncsiak, tudni akarnak mindent. Jó, most megnézzük a másik szemét. Vagy ismered, és összehasonlítod a kettőt, vagy nem ismered, akkor a kártyák azt mutatják, hogy mi várható rád. Ez a férfi most nagyon visszahúzódó. Ezzel a lámpával megvilágít valamit. Tehát tisztázni akar bizonyos dolgokat, de nem nyilatkozik. Valamit megvizsgál. Ő jelen pillanatban a hídon van, ami utal egy átmeneti időszakra. Valamit lezár az életében az egyik partot, és igyekszik a másik part felé, ahogy
alakulnak a dolgok, azt mutatják itt a csillagok, ami szerencsét hoz. De ő még nem érkezett oda, ahova szeretne. Itt a betegség látható, az lehet, hogy azt jelenti, hogy nem érzi jól magát, vagy valaki beteg a családban, de az is lehet, hogy ez a kártya utal a hivatására, hogy itt egy orvosról van szó. Ha őt választod, akkor hogyan alakulnak a dolgok a jövőt illetően? Itt a kelyhek utalnak az érzelmekre, a te érzelmeidre, az ő érzelmeire, és itt tisztázódik valami. Ez a férfi megjelenik a tükörben, és az azt jelenti, hogy itt tükröződik valami számodra. Amit ez a kép itt még mutat, ez a férfi a tükörben, hogy előfordulhat az is, hogy ő figyel téged. És a következő kártya azt mutatja, hogy mi várható a jövőben, milyen változások lesznek. Itt a kép utal a te nőies energiádra. És ez a fellépésed, a kisugárzásod, de légy inkább visszahúzódó, és nyitott arra, hogy itt legyen egy új kapcsolat, vagy nyitott arra, hogy engedd meg azt, hogy ő közeledjen hozzád, ez a férfi, akit te ismersz. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!